és nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Servicenet Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Horváth Péter, az Újpest és a Ferencváros egykori játékosa, aki jelenleg a zöldfehérek utánpótlás edzője. Szervusz, üdvözöllek! Nem is tudom, hol kezdjük, mert itt van egy-két érdekes kanyar az életedben, de talán a legfrissebbel kezdjük, ugye, hogy 5 év Gyula után a Ferencvárosnál kötöttél ki. Így hogy van. Kerültél Gyulára? Hiszen te Tolnai vagy, ha jól tudom, ugye? Így van, így van. Hát úgy kerültem le Gyulára, hogy Fradi öreg fiúkkal játszottunk mindig még a régi Üllői úti pályán, a tornacsarnokban. És mind a mai napig még játszol a Fradi öreg fiúkban, jól tudom. Igen, játszom az öreg fiúkban, és oda járt akkor a Kisrigó püspök úr is, aki alapította a Grosics Akadémiát, és akkor utána megkérdezett 2-3 akkori játékost, hogy nincs-e kedve lemenni a Grosics Akadémiára edzősködni, és akkor így alakult, hogy leköltöztünk 2009-ben Gyulára, ott dolgoztam 5 évet a Grosics Akadémián, és az utóbbi egy évet pedig Békés Csabán, és utána kerültem vissza ide a Ferencvároshoz. Nem volt furcsa? Hát amikor leköltöztünk, furcsa volt, bár én vidéki vagyok, és nem azért, mert vidékre költöztem, hanem megint távol a fővárostól, ahol évekig éltem a családommal, és így az egész család leköltözött, de viszont nagyon megszerettük a kis várost, úgyhogy egy probléma van vele, hogy messze van mindentől, tehát én bátaszéki vagyok, Bátaszéktől is messze van, és Budapesttől is messze van. Ott milyen korosztály, kikkel foglalkoztál? Az első évben dolgoztam U13-mal, utána dolgoztam U17-tel és U19-tel is. Uh-huh. És miért pont a Fradihoz jöttél? Egyetem, miért jöttetek fel? Mi történt? Mi változott meg? Hát igazából, tehát ott a Grosics Akadémiánál, mint említettem, dolgoztam 5 évet utána, amikor az Edem Kapics átvette a sportigazgató lett ott a Grosics Akadémiánál, hát nekem úgy tűnt, hogy kicsit szúrom a szemét, vagy hogy fogalmazzak. Uh-huh. Kereste rajtam a fogást, hogy lehetne eltávolítani. Igen, fogalmazunk így. És akkor utána végül is, mikor megnyertük a bajnokságot, akkor ő megköszönte nekem, tehát akkor egy évet dolgoztam a Békés Csabai előrénél, és akkor Keller Józsi már hívott vissza, tehát amikor ő visszakerült, uh-huh. ő is dolgozott Lent Gyulán egy évet, és amikor uh-huh. ő visszakerült, akkor már szó volt róla, hogy szólt, hogy jöjjek, és megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen jöttem, de egy kicsit hezitáltam a gyerekek miatt, mert annyit költöztünk mi már, hogy gyerekeket nem akartam kiszakítani a közegből, de azért úgy gondoltuk, hogy azért mégiscsak Pesten nagyobb jövőjük van a gyerekeknek is, meg hát én nekem személy szerint a Ferencváros egy óriási öröm, hogy itt dolgozhatok, és egy nagy kihívás. Újpesten mi van? Mennyire jut még eszedbe, hiszen ha jól tudom, lehet, hogy rosszul tudom, akkor elnézést, de az Újpestben debütáltál, ugye, mint felnőtt. Így van. Jól tudom, ez 93-ban volt? Igen, 93-ban ott lettem én első osztályú. És 3 évet azért ott voltál Megyeri úton is. Így van. Ott lettem első osztályú labdarúgó, de viszont ott keveset játszottam. Tehát maga a csapat akkor nagyon jó volt, keveset játszottam, ezért is döntöttem úgy, hogy váltottam. Vácon utána játszottam 3 évet, és én utána kerültem a Ferencvárosba, ahol életem legszebb időszakát töltöttem. Hiszen Vácot is nagyon jól ment a játék, nem véletlen kellettél a Fradinak. Tehát. Igen, tehát ott Vácon, amikor már rendszeresen játszottam, ott azért jól ment a játék, és akkor utána kerültem a Ferencvároshoz. És akkor most a Ferencváros így örök szerelem lett? Hát
Igen, igen, tehát mondhatom, én mint csatár itt Ferencvárosba értem el mindent, amit úgymond egy csatár elérhet. Bajnokok lettünk a 2001-es csapattal, tehát én szerettem is előtte is a Ferencvárost, és most is itt dolgozhatom, most is játszom a Ferencvárosban, most már sajnos így mondom, hogy az alsó határt üti a korom az Old Boys-ba, tehát ott is játszom, öreg fiúk, Old Boys, úgyhogy már minden korosztályba szinte. Beférsz mi? Elszaladtak az évek? Sajnos el. Így visszatekintve, több volt benned, vagy ennyi volt benned? Tehát nincs miért siránkozni. Én úgy érzem, hogy nincs miért. Tehát én 18 éves koromig megye egybe játszottam. Tehát én megye egybe, aki 18 éves koráig mai időben, tehát ott nem, tehát annyi ideig játszik, igen, ilyen alacsonyabb szinten, nem vagyok benne biztos, igen, hogy sikerül. Ki vett észre, vagy ki figyelt föl rád? Hát Szekszárdon játszottam utána 23 éves koromig, tehát 18-tól 23-ig Szekszárdon. Ott a Garami Józsi bá vitt el próbajátékra Újpestre, akkor az Újpestnek az edzője volt. Igen. És akkor én végül is próbajátékkal kerültem föl Újpestre. Úgyhogy Józsi bá szúrt ki végül is. Mikor fölkerültél, hívott próbajátékra, mennyire bíztál abban, hogy végül is egy teljesen új dimenzióba kerülsz? Hiszen, ahogy mondod, nagyon sokáig ugye megy, egybe játszottál, igen, tehát már úgy érzi akkor már az ember 18 évesen, hogy már lefőtt a kávé, tehát már sok esélye már nem lesz, hogy nagyon komoly játék lehetőséghez is a komoly csapatnál. Soha nem gondoltam én arra, hogy eddig juthatok, tehát én csak csináltam, tettem a dolgomat, amikor próbajátékra kerültem, nyilván jól ment a játék azon az egy hét alatt, és nem véletlen igazoltak le, de tényleg én akkor abban az időben én nem arra készültem, hogy első osztályú labdarúgó leszek, hanem szakmát tanultam, és végül is így sikerült. De akkor ilyen szempontból a többiekhez képest, akik úgymond fellettek nevelve az első osztályra, azokhoz képest akkor te hátrányban voltál, igencsak, hiszen te jóval kevesebb munkát kaptál, már csak abból kifolyólag is, hogy te nem úgymond profi pályafutásra készült, itt a iskolába jártál, de jóval kevesebb edzés lehetőséged volt már amúgy is. Nem hát beszélve a feltételekről. Igen, tehát edzésben valószínűleg kevesebb volt, de viszont amit én még az mellett csináltam, az tehát tényleg mindenemet a futball töltötte ki ettől függetlenül, tehát mindenhova labdával mentem. Igen. Akkor nem ez a képzés volt, amit most adunk a gyerekeknek. A kitartásom az megvolt, tehát azzal... Ennek köszönhető, hogy eljutottál idáig. Így van. Így a hátrányt, amiből te indultál, azt így tudtad végülis a kitartással. Így van. Azt mondják, és ezt Keller Józsi nyilatkozta most, hogy ugye most 50 éves születésnapja alkalmával nyilatkozott, hogy ma már úgy látja, hogy az edzők jobban akarják, hogy gyerek futballozó, mint maga a gyerek. Most csak a Ferencvárosról beszél. Igen, sajnos, tehát megvannak a kivételek, megvan az, aki már most látszik, tehát az, hogy akar is. Van, aki nem olyan tehetséges, de akar, van, aki tehetséges, de nem akar, de én is osztom a Józsinak a véleményét, hogy sajnos tényleg nagyon sok gyereket noszogatni kell. Minket annak idején nem noszogatni kellett, hanem pont fordítva, hanem hogy már befele hívtak, hogy gyertek már be. Most a gyerekeket, tehát nehéz elmozdítani ezek a virtuális világ elől a számítógép elől. Igen, nektek ez még nagyon nehéz, mert ugye ti még úgy döntetek fel, hogy éltetek a játékért, és ők meg már nem élnek, és ti még nem értitek, hogy ők mire gondolnak, hogy miért van az, ami van. Nem igazából tudjátok megérteni őket. Hát akkor nem is volt igazából más lehetőségünk. Tehát aki futballozni szeretett, az futballozhatott bármennyit, mert akkor nem volt a számítógép, nem voltak ezek a játékok, amivel játszani lehet. Most nagyon sok gyerek kitölti a futball szeretetét a tévé előtt, úgyhogy elég szomorú ez sajnos, mert... Jó, csak nincs meg a bennük a tűz, akkor mit tudtok ti edzők akkor kezdeni a gyerekkel? Nyilván, akár bármilyen tehetséges is legyen az. Nyilván az alapképzést, az természetes, hogy meg kell adjuk, aki odajön, az jó, oké. Persze azzal. Hát kicsit zsörtölödünk, kicsit hajtjuk a gyerekeket azért, hogy igenis, főleg akiben látjuk a tehetséget, mert előbb-utóbb úgyis lemorzsolódnak azok, akik nem odavalók, de a kiválasztásnak akkor is meg kell legyen, működnie kell. Hát igen. Most egy fiatal korosztály kapta, hogy 11 évesekkel? Igen, ketten dolgozunk a 11 évesekkel, Fehér Ádám kollégámmal csináljuk ezt a korosztályt. Jól érzed magad ott?
Jó ezekkel a kis lurkókkal foglalkozni? Igen, megmondom őszintén, hogy ilyen kis korosztállyal nem dolgoztam pályafutásom során, mert Gyulán is és Békés Csabán is nagyobb korosztállyal dolgoztam, tehát mondhatom azt, hogy nagy pályás korosztály. Igen. Itt az U11 ez még kis, ez még kis, igen, hát kicsit nagyobb pálya, mint a kézilabda pálya, de kis pályán vagyunk. Ez egy más, de ettől függetlenül ugyanazt a futballt kell tanítani, tehát kivenni részeket, tehát a különböző, hogy mondjam, középpályáról, vagy akár a védelemből is, és úgy kell megtanítani nekik, hogy hogyan fognak majd egyel tovább lépni a nagy pályára. Hát igen, mennyire elégít ki? Mit szeretnél? Milyen céljaid vannak edzőként? Hát most megmondom őszintén, hogy a B-licenszem van, meg szeretni megcsinálni, szeretni megszerezni az A-licenszet, de utánpótlásba szeretnék dolgozni mindenféleképpen. Tehát csak az utánpótlásban? Igen. Hát egyelőre így érzem. Mm-hmm. Tehát akkor, amikor még aktív labdarúgó voltam, akkor még arra se gondoltam, hogy én majd egyszer edzősködni fogok, és ezt utána kezdtem el végül is a licenszeket megszerezni. Most szeretném attól függetlenül a licenszeket csinálni, de most úgy érzem, hogy itt az utánpótlásban szeretnék dolgozni. Akkor jól érzed magad akkor? Jól érzem magam, igen. Az jó. Hát csak azt kell, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, ők is akarják a futballt. Így van. De igyekszünk, azon vagyunk. Mennyire fontos, mennyire hat ki az utánpótlásra például a felnőtt Ferencváros labdarúgó csapatának mostani bajnokságban a végbemenő játék a szereplése? Hát nyilván tudjuk, hogy a Ferencváros ez mindig egy kirakat csapat volt, és ezt most nagyon-nagyon jól összerakták itt a Népligetbe, tehát az elnök úr Kubatov Gábor nagyon-nagyon jól összerakta, tehát azt, hogy a példák ott vannak a gyerekek szem előtt. Tehát mi ott edzünk a Népligetbe, ahol a felnőtt csapat edzés, és nagyon jó látni a gyerekeken azt, hogy amikor felnőtt csapat megy ki edzésre, vagy éppen megy be az edzésre, hogy úgy néznek a bálványokra, és jó lenne, hogyha magyar játékosok közül, és nyilván a Ferencváros érzelmű gyerekeknél Ferencváros játékos lenne a bálvány. És de mennyire divat most a... Hát a csatár, csak azért kezdem, hogy mennyire divat most a fiatal csatárok között a Böde név. Hát szeretik nagyon. Tehát nyilván itt most ez a Ferencváros, ez egy szerethető csapat, tehát vezetik magabiztosan a bajnokságot. Most úgy látszik, hogy nagyon egybe van a csapat, ez látszik az edzéseken is, hogy jól dolgoznak, keményen dolgoznak. Ez mind példa a gyerekeknek, és nagyon jó, hogy mindjárt ott van kézzel fogható távolságban az, hogy a gyerekek látják ezt. Ez kihat esetleg úgy, hogy többen jelentkeznek a Fradinál? Vagy ilyen véleményem jól szerint, mérhető hatása azért nincs? De véleményem szerint kihat, de hát úgy gondolom, hogy az ilyen fővárosi kluboknál eleve, tehát most a vidékhez hasonlítva eleve könnyebben lehet gyerekeket toborozni, illetve többen jönnek egy nevesebb klubhoz, és ezáltal a kiválasztás is valahol könnyebb nekünk, edzőknek, de mindenféleképpen kihat a felnőtt csapat szereplése. Mi történt a Fradival, hogy most nem nyert? Hát én azt mondom, igen, hát én azt mondom, hogy ez benne van. Tehát az egy jó csapat akkor is, hogyha, bár nem láttam a mérkőzést, de azt mondják, hogyha nem játszik jól egy jó csapat, akkor sem kap ki. Tehát most ez bele... Az újságíró értékelés szerint helyzetekségen voltak, tehát elég jelentős mérkőzés volt. Hát akkor annyi pozitív, mindenféleképpen van, nem kapott ki a csapat, és ez is csak a csapat erősségét jelzi. Mit szólsz hozzá, hogy egyre kevesebb gól születik? Hát mondjuk az a nézők szempontjából biztos, hogy nem túl jó, nem túl vonzó, de ettől függetlenül kint voltam én is az utolsó meccsen a Békés Csaba mérkőzésen. Megnéztem, és azért az is egy jó dolog, hogy nem csak egy Újpest elleni mérkőzésen vannak sokan, hanem egy sima, idézőjelben sima Békés Csabai mérkőzésre is sokan jöttek. Jó, ez a Fradi, de úgy összességében épp a mai újság foglalkozik ezzel, hogy nagyon, de nagyon csökken a nézettség. Tehát most már a 6 fordulón 12.000 valány száz néző volt összvisz, ez egész NB1-es bajnoki mérkőzésen, tehát külföldön ezen mosolyognának. Igen. Hát ezt nagyon sajnálom, mert jó lenne visszajönne az a hagyomány, hogy akár családostól is kimennek az emberek mérkőzésre. De nem mennek ki. Nem. Most ezért vetettem fel ezt a kérdést, mert ugye sokan először azt mondták, azért, mert a tévé ad 6 mérkőzés, és azért nem mennek ki. Most már kiderült, hogy a tévének semmi köze hozzá. Most abban keresik ugye a problémát, hogy az edzők nagyon
defenzívek lettek, leállnak, nem mernek támadni, védekeznek, lásd, nagyon kevés gól esik, iszonyú kevés gól esik, és ezt ennek tudják be. Így viszont megint nem lesz eladható, nem lesz látványos, nem lesz jó a futballmérkőzés. Hát én azért abban nem vagyok biztos, tehát lehet, hogy leírek, de abban nem vagyok biztos, hogy bármelyik edző úgy küldi ki a csapatát, hogy most ezt védekezzük ki, vagy ússzuk meg gólni. Aki én véleményem szerint mindenki szeretne nyerni, szeretne gólokat, szeretne gólgazdag. Csak nem ezt látják, az a baj, nem ezt. Hát mi a gond? Ha nem így küldik ki, akkor miért nem azt látjuk? Hát nyilván a két csapat van a pályán, az egyik csapat megpróbálja megakadályozni a másiknak a támadását, de hogy én azt mondom, hogy és nem is kell messze menni, mert aki még előttünk volt, azoknál még kreatívabb játékosok voltak, de azért az én korosztályomban én azt mondom, hogy játszottam olyan kreatív játékosokkal, illetve olyan kreatív játékosok ellen, ahol akár középpályán egy-egy embert úgy vettek le, létszámfölényt tudtak kialakítani, és azért voltak gólgazdag mérkőzések. Igen. Most igazi, és nem akarok senkit megbántani, megsérteni, igazi egyéniséget nem látok most az első osztályban. Tisztelet nyilván a kivételnek most, tehát nincsenek Illés Bélák, nincsenek Lipcsei Petik, akik egy-egy színfoltja. Igen, mert az a szikra, az a bizonyos szikra, amiről végig beszéltünk, az már nincs meg a fiatal labdarúgókban. Igen, igen. Tehetség megvan. Igen. De ha nincs meg az a bizonyos tűz, ami bennetek megvolt, akkor erre jó. Én azt mondom, nem. Hogy én például úgy mentem ki egy mérkőzésre, és ez legyen most szó Ferencvárosról, hogy amikor megszólalt a himnusz, nekem a vérem bizserget, már alig vártam, hogy elinduljon a mérkőzést. Most nem tudom, hogy van-e olyan fiatal, aki akár a Ferencvárosért, akár az Újpestért, akár Kispestet, a szeretett klubjáért úgy megy ki, hogy látszódjon rajta, hogy igenis szétszaggatná. Én akkor elküldeném ezeket a játékosokat. Tehát mi az, hogy? Tehát egyszerűen nem értem, hiszen tehát valahogy nem kellene akkor a kiválasztást másra fektetni? Tehát nem azt nézni, hogy most a gyerek már rögtön már két lábbal tud a labdával bánni, hanem azt nézni, hogy mi van benne, belül. Sajnos nagyon sok, illetve nagyon kevés az a klub, aki úgymond saját nevelésű játékosokat mer játszatni. Erre is egy jó példa a Ferencváros, azért bátran nyúl a fiatal tehetségekhez most, és be is bizonyítják, látjuk, hogy ott a válogatottba is oda került a fiatal játékosunk. Igen. Úgyhogy... Ebben már a Péternek, a Lipcsei Péternek már van egy kis keze legalább, ugye ő is utánpótlásnál van még mindig, és tehát... És azért jegyeztem meg, hogy azért utánpótlás edzőknek is előbb-utóbb valami kis sikerélményük lehet. Azért az nyilván jó látni, hogy egy aki a kezem alatt dolgozott játékos oda kerül a felnőtt csapathoz, hát még a válogatotthoz az meg még nagyobb büszkeség nyilván az edzőnek is, de hát a klubnak meg eleve. Aztán legfeljebb nem említik meg, hogy ki volt az edzője, az már más kérdés, ugye? Kinek köszönhet, hogy odáig eljutott, mert ez úgy általában el szokott maradni. Elég az, hogyha az edző tudja, hogy ő volt a kezem alatt. Fradi megnyeri a bajnokságot? Szerintem megnyeri, igen. Bátran lehet kijelenteni. Minek kellene ahhoz bekövetkezni, hogy ez a jelenleg stabil, megbízható állapot összedőljön? Hát én most... Nincs olyan, nem tudsz semmire elképzelni. Én most azt mondom, hogy ez a Ferencváros, hogy ez látszott a tavalyi bajnokságban is, hogy nagyon összeérett, tehát a Dol, Tomás Dol, amióta átvette, tehát látszik, hogy nagyon egységes csapattá kovácsolódott, főleg a tavalyi szezon második felén, tehát a tavaszi szezonban lehetett érezni, ott már majdnem, tehát lett volna még egy-két forduló, akár még a bajnokság is összejött volna már tavaly. Most is nagyon magabiztosan kezdtek, tehát az, hogy hullámvölgy van egy csapat életében, az természetes, de akkor a hullámvölgy nem lehet, hogy ezt a bajnokságot el tudjuk veszíteni. Ezt nem lehet, nem tudják képzelni. Nem. Tehát eleve nagyon egységes, jó csapat, és tehát most mondhatom, akik eddig tehát bajnoki címre hajtottak, azokat már megvertük. Na, mi találkoznak még egyszer? Találkoznak még egyszer, így van, de... Mi lesz az Újpesttel? Kiesik? Most már nagyon közelít oda. Hát, de attól függetlenül nem tenne jót a magyar labdarúgásnak, ha kiesne. Bízom benne, hogy nem fog kiesni, mert egy bajnokság, egy Ferencváros és egy Újpest nélkül szinte elképzelhetetlen. Mi a baj az Újpesttel?
Hát ezt... Hiányzik előről egy Horváth Péter, azt tudjuk, mert most már másfél évén hiányzik előről legalább egy csatár, igen, hanem kettő. Igen, a Kabát Peti sajnos már úgy tűnik, hogy hozamosabb ideig sérült volt, igen. Amikor kicsit most vissza tudott volna térni, újra megsérült. Hát igen, nagyon hiányoznak ott a gólok, mert amikor azt látom a mérkőzésen, hogy azért megoldják a védekező részét, elől nem tudnak úgy gólt lőni, hát sajnálom, de nyilván egy Újpest Fradi vagy egy Fradi Újpesten rúl az ember. Hát most lennél ott a Újpestbe, akkor sokkal több játék lehetőséget kapnál. Most igen, most biztos. Hát ez dobta ki neked a sors, ugye? De elégedett vagy akkor az egész élet így eddigi pályafutásoddal? Én maximálisan elégedett vagyok. Azt sajnálom, hogy hivatalosan válogatott nem tudtam lenni, mert akkor a keretbe többször behívtak, de ugyanúgy jártam akkor, mint a Dani most, hogy többször vissza is mentem a klubcsapatomhoz. Egyszer sikerült ilyen úgymond liga válogatottba. De most a Böde játszani fog. Játszani fog, és nagyon szurkolok neki, és gólt is nagyon, így van, nagyon jó formában van. Értem. Család? Családom, köszönöm szépen. A fiam itt játszik a Ferencváros U17 csapatában van. A kislányom... Hány éves? 16 lesz. A kislányom kézilabdázik a Ferencvárosban, úgyhogy a ilyen sportos család is a Fradiban van. És minden Fradi. Fiatból lesz NB1-es játékos, felnőtt játékos? Hát ezt igazából csak ő maga tudja kiharcolni, tehát... Jó, a képességei, hát most már 17 éves, tehát ez most már nagyjából lehet látni, hogy sőt. Igen, én azt mondom, hogy van benne tehetség, kitartás az nagyon nagy, tehát kitartása nagyon nagy. Egy, ami nem jó neki, hogy borzasztó hirtelen megnyúlt, tehát majdnem 2 méter magas, és mozgás egy kicsit szétesett. Koordináció ilyenkor természetes, hogy szétesik, most fel kell építeni, de attól függetlenül azt mondom, hogy ha kitartóan csinálja, akkor lehet első osztályi labdarúgó. Jól tud fejelni? Jól tud fejelni, mondjuk a magassága is megvan hozzá. Ezért kérdezem, mert akkor jó, akkor betküldjük középre, és akkor beadások, és akkor bebólintják. Hát igen, hogyha megkapja a lehetőséget, akkor remélem, hogy élni is fog vele. De ő szereti, élvezi a labdarúgást? Tehát nagyon. Ő nem azért csinálja, mert a apa azt mondta, hogy nem kell futballozni. Sőt, én mondtam neki, hogy miattam nem kell, mondom, tudsz úszni, tehát jól is úszott. Magas kosarazni, még amikor kicsi volt, még kosarazott is, és mondom neki, hogy van más sportág is, miattam nem kell, azt mondta, hogy de ő ezt szereti, hát mondom, akkor fiam, ezt csináld. Zárásként, ugye a Ferencváros U11-es kis labdarúgó palántájnál edzősködsz, ott egy edzőtől mi az elvárás? Hogyan mérik? Mi alapján lehet mérni, hogy az edző jól dolgozott, vagy sem? Tehát itt a szekciókra van bontva, tehát mi a középső szekcióban vagyunk, tehát a U10, U11, U12, U13 ez a középső szekció, és itt megvan nekünk határozva természetesen az oktatás, hogy milyen rendszer szerint kell dolgoznunk, megvan, hogy milyen játékrendszert, mikor melyik játékrendszert kell játszanunk, illetve melyik játékrendszert kell betanítanunk, úgyhogy, és ez természetesen már a nagypályára felkészítve. Akkor eredmény nem számít, csak az a lényeg, hogy ezeket megtanulják, ezeket az elemeket. Én azt mondom, hogy hazudik az az edző, aki azt mondja, hogy nem számít az eredmény, mert természetesen számít, de mégsem, mert a gyerekeknek az oktatása a legfontosabb az, hogy azt hogyha tovább lép egy korosztállyal, tudja azt, amit már ott a követelmény, és mi erre törekszünk, hogy ezeket a sémákat minél jobban megtanítani nekik. Egy apró kérdés csak, és akkor nem is zavarlak tovább. Tudom azt, hogy több utánpótlásra foglalkozó edzőnek az a véleménye, hogy hagyni kell, hogy a saját feje után is menjen a gyerek, tehát szabadságot adni. Ezek a sémák mennyire adnak lehetőséget arra, hogy a gyerek kicsit más is csináljon, mint amit előírtok nekik? A kreativitást én azt mondom, nem szabad kiölni belőlük. Tehát az, hogy egy gyerek tud cselezni, azt hagyni kell cselezni, csak azért tudja azt a rendszert, amit játszunk, amit kérünk tőle, és azon belül a saját kreativitását azt mondom, hogy hozzá kell tudnia tenni. Tehát én nem hinném, hogy az jó dolog lenne, hogy kiölni belőle azt, amit tud. És csak ebbe, amit mi kérünk, azt a rendszert, játékrendszert, amit fel szeretnénk építeni, meg szeretnénk neki tanítani, ebbe ezt be kell illeszteni, és neki fegyelmezetten meg kell csinálni, ez mellett pedig a saját kreativitását mindenkinek bele kell tenni. Mert tehát nyilván azért labdarúgók, hogy amit tudnak, azt mutassák is meg. Igen, hogy én ezt tudom. Így van.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Péter. Hát sok sikert kívánok akkor a Ferencvárosi edzői pályafutásodhoz, és akkor talán egyszer még a felnőtt csapatnál is kiköthetsz majd. Köszönöm szépen. Kitartás van benned, fiatal vagy még, úgyhogy bármi lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat.